Tehát megbeszéltük, hogy 50 lejt fogunk összegyűjteni évvégére a tanárok ajándékaira. Most akkor körbeadnám a napot, mindenki nézze meg a gyerekeinek a helyzetét. Na, mi van, anyu? Kedves osztályfőnök! Mi ez a sok pirosra bekarikázott hiányzás? Tessék megmondani, melyik nap rosszul lesz? Május 20-ára. Május 20-án. Holott én felhívtam az osztályfőnököt, hogy a leányom muszáj magának új ruhát vegyen a bálra. Az iskola szervezte a bált, nem? Na hát az én lányom, kedves osztályfőnök, Klárika nem jelenhet meg egy régi ruhában. Majd, anyu, majd én mondom. Na, szóval, mi van? Na. Én felhívtam önt a bál előtti este, hogy szóljak, hogy Klárika nem fog iskolába menni. Kedves mert Ágnes, muszáj neki Ágnes, új frizurát is csináltatni. Kedves Ágnes, megkérném szépen, hogy engemet is engedjen szóhoz. Megértettem a problémáját, de én úgy értettem, hogy csak egy 2 óra hiányzásról beszéltünk. Na és, hát maga mit gondol? Hánykor nyitnak az üzletek? Hagyjad már, anyu, majd én mondom, én most. Maga hogy képzeli, hogy én hova vásárlás? Én mondom. Kedves Ágnes, megkérném szépen ezek a hiányzások bekerültek, hogy már előzetesen küldtem a lányától egy értesítést a 9 hiányzásról, melyet aláírva kaptam vissza. Igen, de magának meg kell azt érteni, hogy az én lányom ingázik. Az egy csomó idő, ameddig a busszal. Hát már fel kell 7 órakor, az én lányom 5-kor kell. Kedves Ágnes, nincs mikor elmenni. Kedves Ágnes, megkérjük szépen, nyugodjon meg, és engem is értsen meg. Nem szeretném a szülőtársakat is kellemetlen helyzetben, hogy késő van. Már pedig maga azokat a hiányzásokat igazolja. Halljad, Mányu, most én mondom, én mondanám. Na, mondjad. Arról van szó. Miről van szó? Nem látod? Le fogják húzni a maga viseletét. Azért, mert egy csomó hiányzása van. Ezeket beszéljük meg szülőértekezlet után. Azt nem lehet. A fegyelmi bizottság előtt még ezeket a problémákat. Hát én a fegyelmi bizottságnak is meg fogom mondani a magamét. Ajánlom, hogy ezt a szülőértekezlet után és tovább fogom vinni, majd megyek és szólok az igazgatónak. És szólok a tanfelügyelőségnek. Megértem és a minisztériumnak is. Mondjam, mondom én. Anyu, miért? Én mondom. Anyu! Ki a férfi, anyu? Mondjad! Ajánlom, hogy beszéljük meg szülőértekezlet után. Engedjük szóhoz jutni a társakat. Majd meglátjuk. Azt majd elintézik később, hogy nem jutjuk az időt ezzel is. Ez így nem marad annyira. Anyu, vigyázz! Majd a végén elintézik négy szemtől. De ezt nem értem, kedves a fejlődésre. Én végignéztem az egész napot. Nekem az az érzésem, ilyen gyanús módon, hogy mi matematikából hármasok, négyesek, hát mit csinál az a matektanár? Szóljál, matektanár! A matektanár nem talán mondja elő is a véleményt. Ő a matektanár. Bemutatnám. Én nem értem, én ezt nem értem. Mindenből 9 tízesek vannak a gyerekeknek, és pont matematikában mindenki ilyen... Hát a maga gyereke, akik a segge alatt van. Ha hadd ne mondjam meg, hogy kiküldtem a táblához, egy egyenletet nem tud felírni. Hát a maga gyereke meg nincs így ezt további, nincs mit erről tárgyaljuk. Van tanfelügyelőség és erőség. Ezek az én gyerekem még jó tanuló is, és mindig már lesz semmi probléma. Nem, én ezt elintézik. Jön az újság, jön a Pircsikém is matematikából nagyon gyengécske. Hát pircsikém, de tanárnő kérem, én tudom, hogy gyengécske pircsike, de szeretném megkérni, de épp ezért szeretném megkérni a tanárnőt, hogy esetleg magánórába. Ennyi béka van itt a béka. Hogy egy kicsit fejlesztük ezt. Béka. Egész temetőbe. Valahogy
Sól az ebéd. Nem mutogasd azt már, nem mutogasd az üveget. Nem kell mindenki látsza. Én esetleg megkereshetem a tanárnőt, megvárjunk, kérdőmény lesz. Most én már utasok, hogy a gyerekem? Talán majd a következő alkalommal. Béka tanárnő, béka. Mind megmásztasok, milyen gyereket. Bezzeg a miénk, az sokkal okosabb. És mégis lehúzza, na én megyek a minisztériumba. Majd én mondom. Mondja. Felduzzasztották a jegyeit, most itt nem el van, milyen okosabb. Tudom, ismerem már tudom. Na jó. Tehát akkor megbeszéltük a problémánkat, a mi esetünkben majd a fegyelmi bizottság előtt ezt a problémát tovább tárgyaljuk. Én az értesítést átküldtem, aláírva visszakaptam, tehát ez a már szeretném. Azt én nem értem alá. Ez így jó kapcsolat.